A portré stábjának valamennyi tagja nevében szeretettel köszöntöm Önöket, megtisztelnek bennünket, ha velünk tartanak. Még inkább megtisztelik mai vendégünket, aki egy művészember. Ahogy én számolgattam, ha alkotásainak darabszámra, alkotásainak a számát vesszük, akkor akár és minden évben, életének minden évében elkészített volna egyet ezekből az alkotásokból, akkor most mind szép korút kellene köszöntenem. De hála Istennek ez nem így van. Lehetett volna matematika, fizika tanár is, vagy lehetett volna könyvtáros, könyvtárigazgató. Ő azonban mégis a tánc mellett maradt. Gondolom sokan kitalálták már a szombathelyi kötődésű, az Ungareska táncegyüttessel egybefort nevű vendégünk ma Horváth János, azaz Gedi, aki 70 éves. Ez alkalomból is nagy szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen. Isten értessen nagyon sokáig, Gedi. Köszönöm. És ha megengeded, akkor kezdjük hagyományosan a névjeggyel, életed legfontosabb elemeinek a bemutatásával, aztán folytatjuk a beszélgetést. Horváth János, Gedi, 1944. július 24-én született Vasváron. Édesapja földműves, édesanyja a háztartást vezette. Az általános iskolai tanulmányok után Kőszegre került a Juri Sics gimnáziumba. A Gedi becenév is itt ragadt rá. 1960-ban kapcsolódott be a Juri Sics táncegyüttes munkájába, Pesovár Ernő művészeti vezető inspirálására. Hamarosan meghatározó tag és csoportvezető is lett. Az érettségi után felvételített az ELTE matematika-fizika szakára, ám nem vették fel, így egy évig tánccsoport mellett a Gyógypedagógiai Intézetben képesítés nélküli nevelőtanárként dolgozott. 1963-ban jelentkezett a szombathelyi tanárképzőbe népművelés könyvtár szakra. 1963-ban, amikor megnyílt a művelődési sportház, a gimnáziumi tánccsoport is Szombathelyre került. 1966-ban diplomázott, még ebben az évben házasságot kötött Nagy Katalinnal, és Vasváron kezdtek dolgozni. A járási könyvtár igazgatója lett 1971-ig, azt követően 1973-ig művelődési felügyelőként tevékenykedett. A Vasvári Gimnázium tánccsoportjával 1971-ben és 72-ben megnyerték a Helikoni versenyt. 1965-ben elkészítette első koreográfiáját Etüdök Bartók zenéjére címmel. 68-ban megszületett Krisztina lánya, és Vásárhelyi László javaslatára az együttes felvette az Ungareska nevet. 1969-ben született meg Győző fia. Petró János zenéjére ebben az évben komponálta a Requiem Bartók emlékére című táncdarabot. 1973-ban Sámboki Árpád meghívta az Alakuló Megyei Művelődési és Ifjúsági Központhoz a művészeti szakterület irányítására, így lett a művészeti csoport vezetője. 1974-ben megszületett a Profán Sirató című táncjáték, ezért kapta első koreográfusi díját. Ebben az évben lett A-kategóriás koreográfus is. Pesovár Ernőtől 1978-ban vette át az együttes irányítását, művészeti vezetését. Amikor 1980. március 15-én felavatták a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központot, az Ungareska tánccsoport is átköltözött a sportházból, és innentől fogva főállású vezetője lett az együttesnek. Közben az Amatőr Néptáncosok Országos Tanácsa elnökségi tagja volt, a Pannon Néptánc Szövetség elnöke. 1984-től koreográfiáiban egyre gyakrabban jelentek meg az emberi sorsok. 1990-től nagy örömére elindult a senior csoport. 1994-ben született meg a Hagyaték című produkció, mint egyfajta összegzés. Nagy lélegzetű, többtételes művek, monumentális darabok kerültek ki a kezei közül, így 1996-ban az Ízeumi Milletcentenáriumi ünnepségekre a Nekünk Mohács kell című táncjáték. Televíziós felkérésre készítette a Dramatikus Táncok című film koreográfiáját 1997-ben. 10 éven át a Táncművészeti Főiskola tanáraként tevékenykedett, és 1999-ben megalapította az Alapfokú Néptánciskola intézményt. 2004-ben, 60 éves születésnapján, a Szavária Karnevál siker produkciójaként az Ízeumban került ismét bemutatásra a Hagyaték című táncjáték. Munkássága alatt több mint 90 koreográfiát készített, ez közel 10 órányi vetítési anyag.
jelenleg is tanácsadója a Szeretett Ungareszka táncegyüttesnek. Munkásságát, a magyar kultúráért, a táncművészetért végzett több évtizedes tevékenységét számtalan díjjal és kitüntetéssel ismerték el. A kulturális életműdíjat 1997-ben kapta meg, szülővárosa Vasvár pedig 2003-ban fogadta díszpolgárává. Nagy örömére és boldogságára gyermekei Krisztina és Győző, valamint unokái is folytatják az édesapa, a nagypapa tevékenységét, a tánc szeretetét és oktatását. Az már kiderült, hogy 1944-ben születtél, tehát nem titok, kiszámoljuk persze, hogy 70 év van mögötted, de az, hogy Vasváron azt talán kevesen tudják, egészen pontosan egészen 2003-ig tudhatták kevesebben, hiszen akkor az a város, ahol te születtél, díszpolgárává is avatott. Hogy emlékszel Vasvárra vissza a gyerekkorra? Hát tulajdonképpen nagyon szép emlékeim vannak. Szüleim parasztemberek voltak, édesanyám háztartásbeli, édesapám egy parasztember, akik négy gyermeket neveltek. Én a negyedik voltam a sorban, három nővérem van, a legfiatalabb nővérem 10 évvel idősebb. Azt hiszem, hogy én már ugyan véletlenként születtem a családba 1944-ben háború elején. De megteremtették a lehetőséget, hogy tovább tanulhassak, tehát nem a családi gazdaságba kellett bekapcsolódnom, habár gyerekként nagyon sokat voltunk kint a mezőn. Az iskola után általában terneket őriztünk, és nem is kötődött az életem a tánchoz, csak kívülről láttam ezeket a különböző megnyilvánulásokat. És gyakorlatilag 58-ban kellett választani arról, hogy merre, melyik iskolába megyek tovább, és akkor, miután apám érintve volt az 56-os eseményekben, a vasvári gimnázium, ami pár évvel ezelőtt indult, jelezték, hogy nem szívesen látnak ott, és akkor a osztályfőnököm, Zöld Gábor tanár úr javasolta, hogy Kőszegre adjuk be a felvételi kérelmet, és így kerültem Kőszegi gimnáziumba. Ugye jól tudom, hogy édesapád a városi tanácsnak is tagja volt. Tanács tag volt. Elfogadták, hogy akkor jelentkezz Kőszegre a Jurisis gimnáziumba? Hogy fogadta a család, hogy elveszítenek? Talán fel sem érték nagyon, hogy távolra kerültem. Tudnék, azért ez azt jelentette, hogy fél évenként egyszer jöttünk haza Kőszegről. A határzáról beszélünk, akkor egy elzárt terület volt. Egyrészt a határzár, ami Szombathelytől kilépve már érvényben volt. Másrészt pedig azért akkor abban az időszakban a gimnáziumban ugye hétvégén is tanítottak szombaton, tehát nem nagyon lehetett elmenni, őszi szünet nem nagyon volt, gyakorlatilag a karácsonyi szünet volt, még esetleg tavaszi szünet volt, akkor haza mentünk. De én ugyan azt mondtam, hogy ugye matek fizika tanár is lehettél volna, hiszen az ELTÉ-re jelentkeztél az érettségi után, de ne szaladjunk annyira előre. Lehettél volna boxoló, vagy mondjuk atléta, hiszen te nehéz atlétikával is foglalkoztál, sőt, hát te nem lehettél rossz humán tárgyakból, hiszen a nevedet is, gyakorlatilag a becenevedet is egy magyar órai feleletnek köszönheted, ugye? Így igaz. De sokan nem tudják, egyébként elárulod nekünk? Ez úgy történt, hogy Besenyei Györgynek a Tariméres utazása című munkája volt soron a magyar órán, és fölszólított Nagy Árpád tanár úr, aki később a szombathelyi sportház igazgatója lett, de abban az időben az Ungareszka táncegyüttes elődjének a vezetője is volt, és felszólított, és felelt közben, én utána olvastam még előtte, és találtam egy Somogyvári Gedeon nevezetű kritikust, aki hát elég kemény dolgokat mondott a Tariméres utazásáról, és én ezt ott idéztem az osztály nagy derültségére. Ugye annyira szokatlan volt a Gedeon név, hogy abban a szent pillanatban, amikor vége lett az órán, közölték, hogy Gedeon. Na most ez azért nehézkes volt a Gedeon, és rövidesen
másik nevem mellé, mert volt egy másik nevem is, amellé Gediként kezdtek apostrofálni, és gyakorlatilag azt jelentette, hogy ezt a nevet folyamatosan vittem magammal, mert mindig volt olyan először Kőszegről, amikor eljöttem, kőszegi társaság, aki hozta ezt a nevet, aztán a továbbiakban így került tovább, és gyakorlatilag, hogyha azt vesszük, akkor az országban, ha Horváth Jánosként emlegetnek, az nem biztos, de a Geriként, pláne a szakmában, akkor teljes egészében tudják, hogy kiről van szó. Ugye én említettem, Gedi, hogy szeretted a sportot, de 55-ben indult az a tánccsoport, a Jurisics gimnázium tánccsoportja, amihez te aztán 60-ban csatlakoztál, de ez egy véletlen műve volt. Igen, szóval... gyakorlatilag sportoltam én Vasváron is, és gyakorlatilag ezt folytattam Kőszegen is, sportnak minden fajtáját, de főleg a nehéz atlétikával voltam elkötelezve. Boxolni is kezdtem, súlyt emeltem, súlyt töktem, diszkot zettettem, tehát általában mozgásra. És az egyik barátom szólt egy őszi estén, hogy menjünk ki az állomásra, mert jön egy tánctanár. Tudtuk egyébként, hogy a gimnáziumi tánccsoport működik, de láttuk a produkcióikat, és de úgy nem érintett meg, hogy be kéne kapcsolni. És jön egy tánctanár, fogadjuk, kísérjük be. Na most a kollégium nagyon messze van a Kőszegen az állomásról, és akkor még nem volt busz, gyalog kellett kiment, kisétáltunk, és fogadtuk Gencsepátiból érkező Vince Ferencet, aki azt hadd mondjam el, hogy 1948-ban a Országos Néptánc Fesztiválon szólótáncosi díjat nyerte, és a csoportja pedig azt hiszem harmadik díjas volt ezen a fesztiválon, Gencsepátiból. Egy ragyogó figura volt, hallatlan, jó humorú ember, és hát mikor még beértünk, addig anekdotázott velünk, és beültem nézni a táncpróbára, ahol tanított a Molnár István Huszárverbunkját, és valami megérintett. Egy, mondhatjam így, hogy Feri egy halatlan szép ember volt, egy óriási nagy figura, és az sugárzott a lénye, főleg mikor táncolni kezdett, sugárzott, és akkor izgatott, megpróbáltam, beálltam én is, persze csetlettem, botlottam, de tulajdonképpen akkor oda kapcsolódtam a csoporthoz, és a következő próbákra is elmentem, amikor már nem ő tanított, hanem az ő által tanítottakat gyakorolták a többiek, és közben találkoztam egy másik nagyformátumú egyénnel, Pesovár Ernővel, aki az együttesnek a művészeti vezetője volt, Budapestről járt le. Edi, ez a barátság aztán örök életre szólt Pesovár Ernővel. Így igaz. Szakmailag is? Emberileg is? Szakmailag is, emberileg is, gyakorlatilag. Először halhatlan tisztelettel figyeltem, és büfkörébe kerülve egy idő után barátjává válhattam, szakmai barátjává, de emberi barátjává is, és hát az, hogy eltávozott közben tőlünk, a családdal, a feleségével én még mindig tartom a kapcsolatot. Talán egy picit ugorjunk az időben, hogy beleférjen az a hatalmas gazdag mű, amit te ez alatt a 70 év alatt már letettél, és hát nyilván van még 20 évet, hogy a 90 produkciót egy-egy évre elosszuk neked. No, de ugye Pesovár Ernő alatt te a csoportnak az egyik vezetője is lettél. Aztán igen, érettségi az... következett, jelentkezés az ELTÉ-re, mondjuk azt, hogy szerencsére nem vettek fel, és akkor egy évig Kőszeg nevelőotthon, nevelőtanár, és közben az együttest vezetted. Nem egészen. Itt egy kis törés van, mert még gimnazistaként nem voltam a vezetője. Ezért összefogtad a csoportot. Nem, tehát... nem, akkor még nem. Tulajdonképpen egy év után, tehát 1963-ban, amikor már Kőszeg az együttes készült Olaszországi útjára, akkor lettem a csoport vezetője, addig volt az Ernő mellett egy másik asszisztens, és attól kezdve a csoport asszisztense lettem az Ernő mellett, és tulajdonképpen attól kezdve a csoportot fogtam össze,
az volt a feladatom, hogy a táncosokat felkészítsem, neveljem őket, mert Ernő 2-3 hetenként tudott jönni Budapestről, tudott elutazni egy-egy hétvégére, és gyakorlatilag a köztes időszakokban én vezettem a csoportot. Aztán ugorjunk még egy picikét, téged fölvettek 63-ban Szombathelyre, a tanárképzőre, méghozzá a könyvtár népművelés szakra. Nem gondoltál arra, hogy innentől fogva akkor megszakadt a csoporttal a kapcsolat? Mert hát itt egy másik élet várt rád, igaz, kőszegről ismerős arcokkal. Nem, mert a csoport automatikusan jött át akkor Szombathelyre. Tudnélik, Kőszeget kinőtte a csoport. 63-ban már olaszországi útra is úgy tudott utazni a csoport, hogy a Vas megye elnöke, dr. Gonda György támogatásával. Azért ez izgalmas dolog volt, mert az ottani munka, az együttesen belüli munka nagyon szimpatikus volt Gonda Györgynek. Ez az is jelzi, hogy tulajdonképpen 63-ban, amikor megnyílt a művelődési sportház, akkor nem a Szombathelyen dolgozó művelődési szakemberek közül választott igazgatót, hanem az ő inspirációjára Nagy Árpád lett a művelődési sportház igazgatója, és ez tulajdonképpen az együttesbe folyó munka kapcsán került oda az Árpád. De, hogy folytathassa megkezdett munkát. És akkor gyakorlatilag, ugye a volt kőszegi diákokból állt a csoport abban az időszakban, és ezek átjöttek Szombathelyre, de attól a pillanattól kezdve folyamatosan próbáltuk feltölteni, és volt egy izgalmas időszak volt, mert gyakorlatilag a főiskola tanulóiból kezdtünk szervezni, nagyon sokan kerültek be, hát azok hozták is elég sokan, akik itt bekerültek Szombathelyre főiskolára, volt valami táncos előéletük, és akkor itt bekapcsolódtak a csoport munkájába, meg akkor elkezdtük azért szervezni közben, próbáltunk utánpótlás csoportokat indítani, és így kerültek a csoportokhoz gyakorlatilag, kerültek a csoportba a szombathelyi tanulók is. Na most az, hogy ez nagy számba főiskolás tagokból állt a csoport, ez egy hallatta maga szellemi színvonalat is jelentett, és Pesovár Ernőtől pedig megkapták azt a útra való indítást, a szellemiséget, ami végig jellemezte az Ungareszkát. Ugye te 65-ben készítetted el, akkor még főiskolás voltál az első koreográfiádat. Igen. Akkor mennyi ideig tartott, és mondjuk később mennyi ideig tartott egy koreográfia elkészítése? Mert mi azt látjuk csak, hogy kész a produkció, 5 perc, 10 perc, fél óra, de neked mondjuk, és a koreográfusoknak meddig tart? Na most ez nagyon változó. Sokszor az ember egy-egy koreográfiát évekig érlel magába, és van úgy, hogy egy pillanat alatt, pár próba alatt betanítja, mert kibukik belőle. Egy kicsit Hájó Kovácsként kezdtem én a koreográfálást, mert nem volt mögöttem akkora táncismeret, eredeti néptánc ismeret, és merészen Bartók zenére alkottam az első koreográfiát. Meg ráadásul közben még utána 2 évet kihagytam ugyan, de ez sikeres koreográfia volt, mert gyakorlatilag országos fesztiválra is elvittük, és nagy csodálkozása az akkor Novák Ferenc, biztos ismerős mindenkinek a neve, az heurékázott, mikor találkozott ezzel a koreográfiával. És akkor 2 év kimaradt, mert hiába próbálkoztam, valahogy nem jött össze úgy a dolog, és nem az jelent meg a táncoskolában, amit én elképzeltem. És gyakorlatilag 2 év múlva megint csak Bartók művet készítettem az egyiket, az egy olyan kísérlet, ami izgalmas volt, Bartóknak az Allegro Barbarója,
volt az a szám, amire koreográfiát készítettem, és fesztiválra el is vittük az országos fesztiválra. A másik szám pedig hát az ungareszka szellemiségehez kötődött, mert elég sok történeti táncanyagot dolgoztunk fel, és a Ruzicska Ignác zenéjére készítettem egy koreográfiát, amely gyakorlatilag a 19. századi nemzeti stílus próbálta megjeleníteni. Hát ez egyébként azért sikeres volt a koreográfia, ez az is jelzi, hogy a koreográfiában táncoló hárman táncolták, abból két srác a fesztiválon szóló táncosi díjat kapott. Még túl fiatal voltam ahhoz, hogy túlzottan elismerjenek egy országos fesztiválon, de ez azért jelentős sikernek könyvelhető el. Igen, ez érdekesen alakult ez a történet veletek, ugye, mert akkor még Jurisi is együttes volt, és akkor utána, ha jól idézem, 64. január 1-től Vas megye központi tánc együttese. És még mindig nem ungareszka. És jött 66, amikor te diplomát szereztél. Amikor te megnősültél, és ugye Nagy Katit vetted feleségül, igen, akivel aztán Vasvárra költöztetek, ez egy Varga betű, a szülővárosodba kerültél, könyvtárigazgató, sőt művelődési felügyelő? Nem, először könyvtárigazgató, Járási Könyvtárnak az igazgatója lettem, feleségem pedig, Kati pedig a művelődési háznak a művészeti előadója lett, és akkor 4-5 év után, 71-ben, amikor létrejöttek a nagyközségi művelődési felügyelők, tehát megalkották ezt a státuszt, akkor hívtak a tanácsra, hogy vállaljam el, és tulajdonképpen elvállaltam, de meg is bántam. Mert a könyvtári időszak egy nagyon szép munka időszak volt számomra, akkor teremtettünk új helyet a könyvtárnak, alakítottuk ki az új helyen a könyvtár profilját, illetve nem volt katalógusa, és a katalógust készítettem el, alapoztam meg, amit aztán későbbiekben az utódok folytattak tovább. Most ebben jártál közben Szombathelyre? Közben természetesen visszajártam táncolni. Hiszen közben is készítettél koreográfiákat és közben is. Csináltam a koreográfiákat, és meg közben tanítottam Vasváron is táncot a gimnáziumból szerveződött egy csoport. Olyan sikeres volt, akiket kaptam a gyerekeket, természetesen volt egy lemarzsolódás, akik maradtak, azokkal két éven is megnyertük a Helikoni ünnepségeket. 71-72-ben akkor, volt mind a két. Akkor gyakorlatilag a Helikon Sopronban volt. Akkor hívott téged Zsámbok Árpád 73-ban? 73-ban hívott, akkor alakult meg a megyei művelési központ tulajdonképpen, és az Árpádot bízták meg, mint igazgatót, hogy gyakorlatilag alakítsa ki a munkatársi gárdát, és elsőként hívott ide a megyei művelődési központba, aminek én nagyon örültem, mert újból a szakmához kerülhettem közel, és ráadásul tevékenységben is tulajdonképpen, mert folyamatosan az ungareszka a tánc miatt folyamatosan bejártam. Ezt már jól mondod, Gedi, mert akkor már ungareszka volt. Akkor már ungareszka volt. Mikor lett egész pontosan? 68-ban lett ungareszka. Ki volt a keresztapa? Vásárhelyi László volt a keresztpapa, szerintem ő neve is ismerős, mindenki számára is a Ki mit tudoknak az egyik neves zsűri tagja volt, Vásárhelyi László, és gyakorlatilag utaztunk Lirőny Fesztiválra, amely gyakorlatilag a Európa legnagyobb folklor fesztiválja volt abban az időben, és hát ilyen névvel nem lehet utazni, hogy Vas megyei központi táncegyüttes, valami jó nevet. És akkor ő javasolt azt, hogy hát a koreográfiák nagy százalékában ungareszka dallamok szerepelnek. Ungareszkának azokat a dallamokat nevezték, amik magyaros dallamok voltak, és Európában ezen névvel illeszték. Ungareszka dallamok, vegyétek fel az ungareszka nevet, részben jelzi azt, hogy magyar, részben pedig egy különös név, az így terjedt el az ungareszka, és akkor felvettük ezt a nevet, tehát ő a keresztapánk tulajdonképpen, ő sincs más sajnos köztünk. Fordult ugye úgy a helyzet, hogy a család maradt Vasváron, ekkor már nagydányod Kriszta és fia Győző is megszülettek,
És gyakorlatilag te pedig itt dolgoztál bent. Aztán meg a Kati is. Szerencsés véletlen volt, hogy aztán a család is bejöhetett? Miután Árpád hívta Katit is. Meg a Katit is hívta, gyakorlatilag engem még azt hiszem május végén, június elejéig volt, Katit meg szeptemberben hívta. Egyszer azt nyilatkoztat, hogy egy koreográfusnak az a feladata, hogy az utolsó hangig kitáncoltassa a zeneművet. Ezt verted a gyerekeidbe is, hogy mindent ilyen tisztelettel, böcsülettel alaposan kell végezni? Talán látták tőlünk. Én annyira nem erőltettem rá túlzottan a gondolataimat meg a gyerekekre, de máshol se folyt otthon, mint az alkotásról, a táncról, a beszélgetés a családon belül, tehát a gyerekek óhatatlanul is könnyen kapcsolódtak be. 56-ba kerültünk be Szombathelyre a családdal teljes egészében, és akkor a gyerekek Szombathelyi iskolába kerültek, először a Paragvári iskolába, és későbbiekben pedig, hát miután a Jóskarolán voltunk, akkor a Jóskarolai általános iskolába végezték az általános iskolát a gyerekek, és akkor kapcsolódtak be a együttes utánpótlás csoportjába. Na most először úgy történt a dolog, hogy rövid úton kidobtam őket, mind a kettőt, mert talán nem úgy kötöd, más volt az én elvárásom. Ők pedig azt hitték, hogy gyerekek, hogy a papánál mindent meg lehet csinálni. Kidobtam őket, és akkor egy idő után, pár évre rá, ők maguk jöttek, hogy na most szeretnének még táncolni. Mondtam, oké, rendben van, csak nem az én csoportomban, más utánpótlás csoportokban, és nevelődtek föl, és hát ezt később kötöttek. Edith, térjünk vissza egy picit a te munkásságodra, emeljünk ki néhány fontosabb évszámot, meg fontosabb koreográfiát. 74-ben játszották a mozik az Eper és Vér című filmet, amely az amerikai franciaországi diáklázadásokkal volt összefüggésben, de hát akkor a világviszonylatban is jelentkeztek ezek a lázongások. Ugye akkor volt Woodstock és az egyéb fesztiválok, amelyekhez lehet kötni ezt a korszakot, és ezt téged is megragadott, és a profán síratóval te óriási durrantott. Azt hiszem, ez volt az első igazán komoly nagy koreográfusi díjad, amit kaptam. Igen, ez volt az első országos koreográfusi díj, amit kaptam. Ez úgy jött létre, hogy tulajdonképpen az a hangulat, ami az Eper és Vér filmből lejött, az a dac, ami a hatalommal szembe megnyilvánult, hát azért ott már abban az időszakban az emberben mocorgott valami, hogy itt valami nem stimmel, meg időközben elég sok külföldi országban megfordultunk, és egészen más láttunk, mint ami itthon volt. Ehhez én kapcsoltam, egyrészt találtam egy olyan dallamot, zenét, ami énekelve a elvállás meg a feladatvállalásról szólt, és ehhez kerestem dallamokat, vagy ritmusokat, és gyakorlatilag hozzá kötöttem egy olyan mondatot, ami a magyar népzenében jelen van, aki tudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Tehát a feladatot vállalni mindenen keresztül kell, és ezt a fajta, amit adott az Eper és Vérnek a tapsolása, a földverése, és ami közben a rendőrök csépelik őket gumibottal. Ezt színpadra vittem, színpadra raktam, összeállt ez a kép, és gyakorlatilag az Zalaegerszegi Kamaratánc Fesztiválon koreográfiás szám lett. Éveken keresztül mottoja volt az együttesnek, és aki táncolt a fiú, az sajnos 84-ben balesetet szenvedett, nem tudott többet táncolni, és gyakorlatilag ekkor lekerült a műsorról, mert annyira az ő lábukra készült. Mindig táncosokra írod a koreográfiát? Igen, tehát akik éppen igen. vannak a csoportban, szóval tudod, mit tudsz kihozni belőle. Szóval izgalmas dolog az ember az, hogy azért is én például kevés helyen csináltam koreográfiát, mert nagyon benn kell lenni, mondjuk körmeli csoportnak, igen, azért egy-két helyen még dolgoztam, győri csoportnál egyéb helyen, de úgy érzem, hogy abba a közegbe, amit az ember meg, tehát minden rezdülését ismeri, könnyebben meg tudja valósítani az elképzeléseit. És ehhez kötődik az is, talán egy kicsit előreugrunk, de hadd mondjam azt, hogy ugye
90-ben létrejön a Szenyor Együttes az Ungareszka mellett. És hogy ez elsőként az országban egyébként, kiöregedett táncosok a csoportból gyakorlatilag egy idő után visszajelentkeztek, hogy ők azért csinálnak tovább, természetesen nem azzal a leterheléssel, amit a együttes tagjai csinálnak. Jó, és akkor hasunkra ütöttünk, jó, csináljuk, próbáljuk meg, és akkor elkezdtük a régik, amikben ők táncoltak, azokat a koreográfiákat bemutatni. Gedi, ez neked könnyen ment? Mert azért az ember elfelejti a koreográfiákat. Pesó Várjánő, mintha azt mondta volna, azt nyilatkozta volna valahol, hogy neked félelmetes memóriád igen, van. Igen, ez sajnos egy nagyon jó adottság számomra a dolog, hogy szenzációs jó táncmemóriám volt. Na most csak itt azt akartam kimondani, hogy nem azt mutatták a számok, amik voltak. És akkor rájöttünk arra, hogy a mostani tudásukra, meg alkatukra kell a koreográfiát megcsinálni. Apró kitérés, a szenyorok ugye Európa bajnokok is lettek. Öt alkalommal. És még egy kis kitérő, a profán síratóz, aki szeretné megnézni, az megnézheti, hiszen a 70. ünnepi gálaműsoron, amikor téged köszöntenek 70. születésnapodon, felújításra kerül a darab, így és bemutatják. Van ezt. Mennyivel ez lesz másabb, Gedi, mint amilyen szerintem volt? Szerintem semmivel. Mert akik most csinálják, szóval ugyanúgy sikerült talán beléjük verni azt az elképzelést, ami az emberben megfogalmazódott. Az egyik legöregebb táncos táncolja, illetve a leány figuráját pedig a unokám. De még egyszer Pesovár Ernőre térünk vissza, ugye 78-ban vetted át tőle, ha jól tudom, az együttes irányítását, és ő akkor azt mondta, hogy rólad, hogy elvontabb volt a koncepciód, mint az ország többi koreográfusának. Nem idilli népéletet ábrázoltál a koreográfiáidban, általában ugye divat volt a mozgalomban ez a népi élet, hanem te más valamit hoztál be, de mi volt ez a más? Mit érzett ő meg rajtad, illetve mit éreztek meg azok, akik mondjuk országosan a zsűrikbe ott ültek, és azt mondták, hogy a Gedi az egy teljesen más kategória? Gyakorlatilag ez jó is volt, meg rossz is, mert nem vettem fel az ország a nem trendet, tucat, az országos tehát rendet nem vettem fel. Aztán van, mikor elismerést kapott a dolog, van, mikor nem kapott elismerést, de ez soha nem bántott engem különösebben. Te inkább táncszínházat akartál csinálni? Én inkább táncszínházat akartam csinálni, ezt azóta is tulajdonképpen bizonyítottam. Természetesen csináltam koreográfiákat, de hogy úgy mondjam, most majd a műsorban is lesz olyan, hogy egy tánctípust, a dust, ami lába közből származik, egészen más megközelítéssel vittem színpadra. A történetiséget is egyben jeleztem a dusnak, nem csak az eredeti táncfolyamatnak meg a figurákat jelenítettem meg, hanem a történetiséget is próbáltam a közönség számára elérhetővé tenni. Meg úgy kerestem mindig az ötleteket, hogy ami benn van gyakorlatilag a néplélekbe, a népdalokba, kifejeznek emberi érzéseket, gondolatokat. Ez aztán 84-től azokhoz nagyon benne volt az alkotásaidban, ugye 84 után jöttek ezek az emberi sorsok ábrázolási. Gyakorlatilag már 80-as években is, mert akkor készítettem be a Mirá levelek leúrna a koreográfiát, ami maga nemében akkor izgalmas is, nagyon izgalmas volt, mert ráadásul olyan dalamot használtam benne, ami éppen nem volt megengedett. Mondjuk azt, hogy indexen volt, gyakorlatilag a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország dala, amivel az első világháborús katonáknak az emlékére készült a darab. Azóta is megy az együttes repertoáriában, jelen van ez a darab, és ez benn van, keresett tulajdonképpen a különböző koreográfiában mindig előfordult, mert izgatott az, hogy ott volt a verbúválás, ugye. A verbúválás, ugye, ami tulajdonképpen nagyon egyszer lehet megfogalmazni, ha valakinek a fejére vágtak egy csákot egy verbúválás alkalmába, az azt jelentette, 20 évig katona lett. Visszajött, vagy nem jött vissza.
ezt nem lehetett tudni gyakorlatilag. Tehát egy emberi dráma volt, tehát kiszakították, tehát ez verbúvás több alkalommal dolgoztam fel koreográfiába. Aztán a háborúnak ezek a fajta megnyilvánulásai. Erről szólt a utolsó vacsora, amikor elmennek a valahova, a háborúba jelzés, hát utolsó vacsora, visszajönnek, nem jönnek vissza, kérdések a dologba. És még megcsináltam, éveken keresztül ment is, még most is, egy fél éve is bemutatásra került a Boldog Békeidők, amely a két háború közti időszakot, ugye a trianoni trauma, ami azt jelentette, hogy az országnak kétharmad része elveszik, és annak a visszaszerzésére gyakorlatilag nem a tárgyalások, meg a tisztes megközelítés zajlott, hanem hát ugye az irrendent a nótákba a visszaszerzésnek azért jelennek meg, és ezeket színpadra vittem ugyanúgy. Ugye voltak az izomi játékok, sokat tudunk róluk, örülünk neki, hogy visszahoztátok, óriási sikerek voltak, sajnáljuk, hogy ez nem folytatódott, illetve hát jó lenne, hogyha megismétlődne újra. Aztán jöttek táncos barátok, Antal Lacitól elkezdve, és mondhatnám akkor a lányodat, fiadat, Csabát, Csolán Csabát, tehát sorolhatnám még őket. Szóval ők is meghatározók lehettek, hiszen a későbbi nagy színházi darabokban már ők is részeket koreografáltak. Persze, gyakorlatilag, amikor én először megcsináltam a Hagyaték című koreográfiát, egy nagyívű, egy gyakorlatilag 50 perces mű, amiben hát azt igazoltam tulajdonképpen vissza, az ötletet teljes egészében én alakítottam ki, de fölkértem hozzá, hogy koreográfiai részt csináljanak a lányom, illetve a Csaba, illetve a Győző is egy részt bedolgozott, de nagy részét ugye én koreográfáltam meg a műnek, amivel azt igazoltam, hogy Európa, mert abban az időben nagyon sokat emlegették, hogy Európába kell mennünk. Én azt igazoltam ezzel, hogy tulajdonképpen Európában vagyunk, mert ez a kultúra, az tulajdonképpen Európához tartozik. Igaz, hogy a szélén vagyunk, de akkor is az európai kultúrában. Orffnak a zenéje ugyanúgy illeszkedik a magyar népzenéhez. Hogy érzed, mint táncos koreográfus, ahogy te szereted? Tetted-e, amit kellett, ahogy lehetett, és ahogy tudtad? Hogy érzed? Ebben van egyébként minden. Ez kitől származik ez? Három szóba. Kós Károlytól idézzük ezt a három szavat, amit én több alkalommal hangoztattam, vagy használtam fel gyakorlatilag. Tettem, amit kellett. Köztudott, hogy valamilyen feladatot te az embert. Ezek a díjak is egyébként, amiket kaptál, ez mindezt igazolja. Felsorolni sem lehetne most mindent. Ahogy lehetett, ahogy engedte a közösség, illetve a hatalom, mondjuk úgy, és ahogy tudtam, amilyen az Isten, ami tehetséget adott, és azt hozzá tudtam tenni ehhez a dologhoz. Mert ehhez tartozik még a másik mondat is, amit szintén sokat használtam, Juhász Gyulának a Testament a mából, ami úgy szól, hogy nem a pacsirta fontos, csak a dal, ami a soha nem múló összhangba hal. Kedi, azért ez a dal, a dalok, a táncok itt. A pacsirta nem annyira fontos, a pacsirta ilyenkor már... De mégis fontos lett, hát mindenki ismer, országos ismertségű koreográfus, táncos vagy, mindenki elismeri szakmailag, amit letettél az asztalra, tehát itt egy picit sántít ez a dolog, mert igenis a pacsirta is fennmarad, és a pacsirta neve is nagyon ismert, hála Istennek, és ez a pacsirta, gondolom, hogy még boldogabb attól, hogy van egy kiegyensúlyozott családi háttere, hogy van két szép gyereke, vannak unokái, akik folytatták az általa megkezdett utat, és egy tündérkertben éltek. Ez így igaz. Mitől tündérkert a tündérkert? Nem csak az unokáktól, jól tudom, ott még tündéravatás is volt. Igen. Van egy csoportunk, a Nyugdíjas Népművelők, Dr. Kis Gyula Kulturális Egyesület, főleg nyugdíjas népművelőkből áll, és hát velük nagyon sokat megyünk havonta különböző programokra, és több alkalommal ott kötünk ki nálunk,
ez a 31 néhány fővel, és egy jó, és egyik alkalommal, hát ezért kötődik ez a név is a tündérkát, hogy lányokat tündérekké avattuk. A lányok aztán, mint tündérek fogadtak bennünket, mint királyokat ott. Kedi, mindig jó hangulat kísérte a próbáidat? Én azt hiszem, igen. Persze, óvatattal is vannak surlódások, és van olyan is, hogy ugye azt hiszi valaki, hogy na, a szólótáncos is ő lesz, és hát meg kell mondani neki, hogy nem te. Mert nem, hiába vagy jó táncos, de figurálisan ő a szép. Most hosszú ideig vaciláltunk azon, hogy a profáns iratóba kikerüljön be. 21 néhány lány táncol, az Ungareska 21 néhány lány, gyakorlatilag lehet róla választani, és figurálisan, pedig nincs olyan sok szerepe, csak figurálisan, valahol mégis a kisebbik lányunokámnak a figurája volt az, aki azt mondtuk, hogy oda kerüljön. Azért mondom, tehát vannak surlódások óhatatlanul is, aztán vannak olyan, van olyan, mikor gyakorlatilag az ember segítőké kezet nyújt valakinek, és esetleg ő mást akar csinálni. Keményen tartani kell a dolgot, mert arra tettük le az életünket, hogy ez az Ungareska sokáig menjen, és ez most 60 éve. Gyakorlatilag az ország élvonalába tartozik. Persze vannak, mikor valaki más csoportok jobban sikerül a bemutatójuk, jobb eredményt érnek el, de az izgalmas ebben, hogy gyakorlatilag 60 évig nagyon magas szinten tudott az csoport működni, és most is gyakorlatilag folyamatosan ezen szinten próbálunk tenni. Még pár évvel ezelőtt a nagy együttesnek is csináltam koreográfiákat. Ugye kedvenc barátom a Kis Ferenc, akinek a lemeze, Nagyvárosi Bújzósok lemezéről gyakorlatilag 7 számot is megkoreográfáltam az utóbbi időben, úgyhogy erről is még a mostani műsorban 2 szám megy, a Bújzósó álma, ami a magyar kultúrtörténet izgalmait villantja fel, illetve az Adi verbunkja, ami szintén a magyar történelemnek különböző bugyraiba próbál bevezetni. Tehát ez a két szám is ment lesz ebbe a visszaemlékezésbe, mert hisz gyakorlatilag a 90 koreográfiát nem lehet bemutatni, nem lehet válogat belőle valami, amit azt mondja, hogy hát nem is biztos, hogy a legjobb koreográfiát válaszza ki, csak hogy mondjam, egy ívet tudjon adni, és jelezze azt, hogy ezek a koreográfiák jelenítik meg az ő elképzelését. Edi, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és ha lehetne befejeznem úgy a gondolatsort, ahogy itt a végén olyan szépen mondta Juhász Gyula verse alapján, mi azért az általad fütyült dallamokra továbbra is nagyon kíváncsiak vagyunk. Isten éltessen sokáig jó egészséget neked. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőkönöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is, és figyeljenek a Pacsirták dalára, mert nagyon megéri, sokat lehet belőlük tanulni. Minden jót!